néptáncosok előadása idézte fel az 1848-49-es éveket a forradalom tragédiáját, benne az aradi vértanúk emlékét. Így kezdődött a megemlékezés október 6-án este a Baragya megyei önkormányzat dísztermében. A táncosok után az önkormányzat elnöke mondott ünnepi beszédet. Az embert el lehet pusztítani, de egy eszmét nem. A magyar honvéd tábornokokat lelövethette, fölakaszthatta a Bresciani hiéna, hajnau, ahogy nevezték, de amiért harcoltak Magyarország függetlensége és felszabadítása, azt nem tudták a magyarság szívéből és lelkéből kiölni. Így emlékezett a honvédtábornokokra, a szabadságharc hőseire az elnök. Őri László beszédében kiemelte, ma sem engedhetünk 48-ból, nem engedünk történelmi küldetésünkből. Már a nemzetünk ismét tényező lett az európai országok között, kivívtuk még ellenségeink elismerését is. Nem engedhetünk a 48-ból. A múltért és a jövőért való kettős felelősségünk nem engedi, hogy a hazaszeretet, a nemzet, a népakarat, a közjó fogalma, eszmei tartalma kivesszen a polgári értékrendünkből. A megyei elnök arra emlékeztetett, meg kell tanítani utódainknak, mit jelent valójában, hogy a 48-asok vagy az 56-osok életüket sem féltették a hazavédelmében. Ezt röviden négy szócska foglalja össze, ahogy Kölcsei Ferenc megfogalmazta. Ami miatt százak, ezrek, tízezrek érdemesnek tartották az életüket, nem csak kockáztatni, de feláldozni 1848-ban és 1956-ban. Ez a négy szó az aradi vértanúk üzenete, ezt üzenik életükkel és halálukkal. A haza minden előtt. Rudáncsó és a produkciójában produkciójában zárult az ünnepség első része. Majd a résztvevők az aradi vértanúk emlékszobrához vonultak. Itt a Baranya megyei önkormányzat és a polgári oldal szervezetei képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit.